A Spartacusnak nem sikerült megszakítani a 8. forduló óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A jelen Superliga 12. fordulójában a kékfehérek a Városi Stadionon 3-2-re kikaptak a bajnokságot torony magasan vezető Crvena Zvezdától. A jól kezdő Spartacus már a 6. percben megszerezte a vezetést Milik góljával. A félidő végéig a jobban játszó belgrádiak Grujic és Kátai találataival fordítottak. A 2. félidőben jól kezdő kékfehérek már a 48. percben egyenlítettek Makari góljával. A mérkőzés 3-2-es végeredményét a 81. percben egy szöglet után Jóvik állította be. A mérkőzésen mutatott játék alapján a döntetlen eredmény lett volna igazságos, jelentette ki Farkas Dániel, a Spartacus védője. Eléggé csalódott vagyok, mert szerintem egy pontot megszerezhettünk volna, nem érdemeltük meg a vereséget, tehát szerintem simán benne volt a mérkőzésben azt is, hogy megnyerik ezt a mai mérkőzést, úgyhogy eléggé csalódott vagyok, hogy a végén így alakult. A belgrádiak vezetőedzője Miodrag Božović szerint nagyon nehéz mérkőzés volt ez a csapata számára, mivel nem ment nekik a játék. Hozzátette, a játékosok individuális képességei döntötték el a mérkőzést. Nem mogu reci zasluženo, mislim da ipak to velika sreća i ekipe koje žele nešto da osvoje moraju da pobjeđuju i kad igraju loše, mi smo to danas napravili. A bajnokságban a Spartacus ezzel a vereségével 12 forduló után változatlanul a 12. helyen áll, míg a Crvena Zvezda ezzel a 3 ponttal tovább növelte előnyét a táblázat elején. A Superligában az Európa-bajnokság selejtezői miatt most egy hét pihenő következik. A Spartacus a következő fordulóban a táblázat 7. helyén álló Nisi Rádnicski otthonába látogat.